Sós Adrianna, a független egészségügyi szakszervezet vezetője a vendégem. Kezét csokolom, jó reggelt kívánok! Arról szólnak a hírek, hogy ha a mai napon 50-60 ápoló jelentkezne a Győri Petzl-Adár kórházba, a mai napon felvennék őket, de nincs 50-60 ápoló. Így van, sem ott, sem máshol nincs. Kevesebben vannak jóval, mint amennyire szükség lenne. Úgy átlagosan olyan 25%-kal kevesebb ápolónő dolgozik ma Magyarországon, mint amennyi mondjuk egy Európai Uniós országban, ha ahhoz viszonyítjuk, hogy mennyi beteg van, mennyi orvos van, de különböző számok vannak. Nyilván ez a hiány nem mindenhol azonos mértékben jelentkezik, hát a nyugati határszélen talán még az átlagnál is egy kicsit rosszabb a helyzet, hiszen ott napi ingázással is át lehet járni Ausztriába, és sokan ugye ott dolgoznak. Akkor, amikor azt említi, hogy átjárnak Ausztriába, segítsen nekem megérteni, azok az ápolók, nővérek, ők átmennek, és ott is ápolók, nővérek, vagy pedig az a rémálom is megtörténik, mint sok helyen, hogy az ápoló nővér a pedagógus, az kint benzinkutas, meg zokniárus. Igen, mind a két verzió jellemző. Sokan a szakmában el tudnak helyezkedni, főleg aki magasan képzett, diplomás ápoló, nekik jobb a lehetőségük külföldön is, de sokan vannak közülük, akik itthon ápolóként dolgoztak, külföldön pedig valami segédmunkát végeznek, mivel a keresetük jóval magasabb, és hát a munkakörülmények is legalábbis a hétvégi munka nincs, vagy éjszakai munka nincs, tehát hogyha nézzük az ausztriai fizetéseket, akkor nagyjából 1200-1300 euróról beszélünk, nagyjából 400 ezer forint, meg ott azt hiszem van 13. havi fizetés, meg nyugdíjra előfizetés, és sok minden bónusz is van. Magyarországon ma egy nővér mennyit keres? Hát különböző, attól függően, hogy milyen a szakképzettsége és milyen a szakmai gyakorlata. A legjellemzőbb fizetés az olyan 200-220 ezer forint körül van az alapbér. Na most ennél többet keresnek, de azért, mert másfélszer annyit dolgoznak, van, aki kétszer annyit dolgozik, bocsásson mint a törvényes meg, munkaidő. Bocsásson meg, ez bruttó vagy nettó? Ez bruttó alapbér. Mennyit visz haza egy nővér, akkor így kérdezem? Hát 120 és mondjuk 180 ezer forint között, de alapbérként... 400 eurót, hogy összehasonlítsam az 1200-2300 eurót. Hát ha normális munkaidőt dolgozik le, akkor ennyit visz haza. Ha kétszer annyit dolgozik, nyilván akkor többet visz haza, de hát ez nem normális dolog. Ha egy pillanatra győri példánál maradunk, aztán persze kinyitjuk országos szintre. Dr. Tamás László János főigazgató azt mondta, hogy havonta 2-3 fiatal nővér mond fel a PEC-ben. Itt egy 50-60-as azonnali felvételi kontingensről beszélünk, ez nem veszélyezteti a betegek ellátását? De veszélyezteti, ez már elég hosszú ideje tudjuk, de ettől függetlenül ugye hirtelen nem lesz sokkal több nővér, csak akkor lenne, hogyha sokkal jobban megfizetnék őket, mint ahogy most. És egy fiatal nővérnek, vagy egy fiatal érettségizett lánynak nem valószínű, hogy nagyon vonzó ez a szakma, 180 ezer forintos bruttó alapbérért, akkor, amikor máshova is ugyanennyire el lehet menni, és nem kell éjszakázni, nem kell három műszakba dolgozni, nem kap fertőzést minden harmadik héten. Meg lehet oldani ezt a létszámhiányt okossággal, nevezetesen, hogy a két ágyas szobából három ágyas, négy ágyas lesz, ezért kevesebb nővér kell egy bizonyos szobára, és nem kell két felé mennie, vagy valamilyen magyar mutyi benne van ebben a dologban? Azt gondolom, hogy ez a betegek szempontjából egyáltalán nem jó megoldás, hiszen azért alakítanak ki két-három ágyas vagy kisebb kórtermeket, hogy a betegeknek nyugodtabb feltételek legyenek a gyógyításhoz. Ettől nem lesz több ápolónő, viszont a betegellátásnak a színvonala minősége sokkal rosszabb lesz, tehát ez hosszú távon semmiképpen nem lehet megoldás. A betegek azok az emberek, akik nyilvánvalóan a kiszolgáltatottságok miatt nem transzparenssel vonulnak itt vagy ott, de mi lehetne az ő részükre a megoldás? A betegek is tüntessenek, vagy gyógyulás után írjanak petíciót, vagy álljanak a nővérek mellé, vagy kivonulnak utcára? Milyen nyomásgyakorlást tudnál képzelni? Én azt gondolom, hogy a betegeknek is akár tüntetni, vagy bármilyen más módon meg kellene nyilvánulni ebben. Csak ugye ellentmondásos a helyzet, mert a beteg, aki kikerül a kórházba, és úgy érezte, hogy ő nem kapta meg azt az ellátást, amit kellett volna, vagy még ott van és beteg, akkor leginkább arra a szerencsétlen nővére haragszik, aki éppen nincs ott akkor, amikor kellene, és úgy érzi, hogy nem kap megfelelő ellátást, akkor ő nem fog kiállni ezek mellett, az emberek mellett, már pedig nem nagyon van más lehetőség, mert ma már mindenki Magyarországon fél attól, hogy kórházi ellátásba kerül,
éppen mert ezek a körülmények vannak. Éppen a kórház az a közeg, ahol mindenki egymásra épülő munkát vagy ellátást végez, tehát az ápoló, a nővér, neki kiszolgáltatott, ugye az orvos, a beteget meg kell valamilyen módon gyógyítani. Ezek a szakmák, ezek az egy helyen dolgozó emberek nem tudnak összefogni például? Tehát, hogy az orvosok, az ápolókkal, nővérekkel, akár betegekkel közösen lépjenek fel, demonstráljanak? Igen, föl kellene lépni, és közösen is kellene dolgozni. Volt erre példa a közelmúltban is, ahol az orvosok azért tiltakoztak, hogy nekik akartak béremelést adni, és azt javasolták, hogy inkább az ápolók kapjanak, vagy a segéd dolgozók kapjanak. Magyarországon ez nem jellemző, és sajnos ezek a bérpolitikai intézkedések is inkább ellene hatottak az elmúlt időszakban. Az orvosok kaptak egy nagyon jelentős béremelést nagyon rövid idő alatt, szakdolgozók kaptak egy hosszabb időre elnyújtott alacsonyabb béremelést, a műszakiak meg nem kaptak semmit. Tehát az ilyenfajta intézkedések. Okoz ez bérfeszültséget a társadalmon belül, tehát például a nővértársadalmon belül is? Így van, tehát szembeállítják egymással azokat az embereket, akiknek pedig szorosan együtt kellene működni. Mi lenne a megoldás? Egyértelműen csak a pénz, vagy például az oktatási rendszer? Ugye amióta a szakmunkás szinten megszüntették a nővérképzést, ott kezdett el visszaesni ez a bizonyos létszám. Valamilyen módon az oktatási rendszer reformjával lehetne több nővért generálni, adni a szakmának, betenni a rendszerbe, vagy egyértelműen arról van szó, hogy látja, hogy Ausztriában akár még benzinkutasként is többet keres, és átmegy oda? Nyilván a bér az egy nagyon fontos tényező, és amikor megkérdeztük a dolgozókat, hogy mi az, ami számukra legfontosabb, első helyen ezt jelölték, de nem csak ezt. Tehát a szakmai megbecsülést is, hogy az a túlzott hierarchikus rendszer, ami magyar intézményrendszerben van, se legyen ilyen, tehát legyen sokkal együttműködőbb az orvostársadalom is mondjuk a nővérekkel, és hát a képzés is egy nagyon fontos tényező, hogy megfelelő színvonalú képzés legyen, de nem fognak a képzésbe se jönni, ha utána a bér és jövedelem kilátások, illetve a munkakörülmények nem jók, vagy túl sokat kell dolgozni, vagy nem elég családbarát az adott munkahely, és nem lehet megoldani a gyermekeknek az elhelyezését, gondozását. Ugye itt nagyon sok nő dolgozik, 80%-ban a mondja, dolgozók. Hogyha rákérdeztem a benzinkutasokra, meg az okniárusokra, egy hasonló munkakörben, hasonló képzettséggel bíró nyugat-európai, de ne is menjünk nagyon messze, akár Ausztriába, Svájcba, Németországban, nővérápoló mennyit keres? Hát 2-3-szorosát minimum annak, de mondjuk Svájcban még ennél is sokkal többet. Ott drágább is az élet. Igen, ez nyilván ettől is függ, de nem csak ettől, tehát jobban lehet élni is abból a fizetésből ott is, mint itt, és ami nagyon nagy különbség, hogy nem kell másfélszer annyi dolgozni, mint a törvényes munkaidő. Ez nagyon fontos, az utóbbi időben nagyon megterhelő az ember. Hogyha Győrt említettük, hogy 50-60 ápolót akár a mai napon fel tudnának venni, országosan mekkora hiány, létszámhiány, nem százalékban, hanem hány ember hiányzik a rendszerből? Hát különböző becslések vannak, a szakdolgozói kamara szerint 20-25 ezer szakdolgozó hiányzik a rendszerből. Korábban lehetett azt hallani, hogy akik Magyarországról elmentek, őket sok esetben Erdélyből érkezett magyar ajkú nővérekkel pótolták, csak az Erdélyből érkezett nővérek is rájöttek arra, hogy ha Németországba mennek és kiadják a magyarországi ugródeszkát, akkor egyből ott találják magukat. Van-e bármiféle utánpótlás Magyarországról, külföldről, bárhonnan? Hát Magyarország ugye a képzésből jöhetne az utánpótlás, amennyiben a fiatalok ezt a szakmát választják, és a képzés során nem morzsolódnak le, vagy nem lépnek ki 3 nap múlva, amikor elkezdtek dolgozni, mert sajnos ez is jellemző. Külföldről ugye nincs utánpótlás, mert most például Romániában igen jelentős béremelések voltak, pontosan ezt a szektort érintően. Önök most jelen pillanatban tárgyalnak? Van tárgyaló partnerük, akár kormányzati szerv, akár bárki más? Hát jelenleg mi egy sztrájk előkészítési folyamatban vagyunk, megfogalmaztuk a béremelésre vonatkozó igényt, ami az idén lenne 50%, jövőre is azt követően és 15-15%, úgy látjuk, hogy ez a feltétele annak, hogy vonzóbb legyen a szakma a fiatalok számára, akik ott vannak, ne menjenek el, hiszen jelenleg is ez a szándék továbbra is fennáll. Meddig várnak a válaszsal, vagy lesz-e radikálisabb lépésük, amennyiben azt nem kapják meg? Lesznek lépések. Tüntetésre gondolt? Hát munkabeszüntetésre gondolt? Inkább a sztrájk előkészítés folyik, de másfajta folyik a sztrájk előkészítés? Igen. Ha lesz sztrájk Magyarországon, mikor lesz?
Hát ez egy folyamat, az attól is függ, hogy Idén az új lesz még? kormány, amikor feláll, mert ugye arra várunk, milyen lépéseket tervez majd itt az egészségügyi dolgozók helyzetének Amennyiben a az önök kéréseit javításában. Nem teljesítik, akkor még idén lesz sztrájk? Lehet, igen. Köszönöm szépen, hogy itt jártam Én reggel. Köszönöm a lehetőséget.